Ha bármit vásárolnál, kérlek használd az Elekrobi Support the Creator kódot. Sziasztok, én Elekrobi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig folytatni fogjuk a LEGO Fortnite túlélő sorozatunkat. Ez már a második rész, szóval nyugodtan hívhatom sorozatnak, ne vicceljetek. Hogyha örültek ennek az egésznek, akkor már most mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Hogyha netán valaki pedig még mindig nem iratkozott volna fel a Gameplay csatornámra, mégis mire van, amikor durvábbnál durvább gémeket pörgetünk itt, na de be is töltöm akkor a kis túlélő világomat, méghozzá az Elekrobi világa egyet. Itt is van akkor a LEGO Fortnite-os karakterünk. Egyébként láttam TikTokon, hogy folyamatosan patchelik a játékot, és megjelentek új állatok is. Nem emlékszem pontosan, hogy mégis milyen állatok, de denevér, tudta, hogy van már a játékban. De rettentő jó lesz ez amúgy, hogyha folyamatosan jönnek ám itt az update-ek. Egyébként azóta nem játszottam semmit sem a játékkal, és nem is nagyon néztem utána, szóval még mindig rettentően béna leszek. Egyébként innen is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki segített az előző részünk alatt kommentben. Megpróbálom megfogadni a tanácsokat, és próbálok fejlődni, de hát ennek a sorozatnak az a szépsége, hogy folyamatosan részről részre jobban benne leszünk a dolgokba, mert bőven benne van, hogy azóta egy csomó mindent már elfelejtettem. Na de várjatok, én azt szeretném megnézni, hogyha ide teszem aha a fákjánkat, akkor folyamatosan fogom tudni fogni, és hogyha netalán az éjszaka közepén így mennénk kalandozni, így nem fogunk bedarálódni. Na de miért ilyen furán van nekünk betöltve a balta? Vagy az alapból is így nézett ki? És mindkettő nekünk csupán balta? Na de várjatok, én ilyeneket szerettem volna craftolni. Ebből már van nekünk három. Sőt... Nem jó! Nem ezt akartam! Vissza! Jó, nem érdekel, elveszítettük. Majd úgyis még farmolunk, szuper. Csináljunk ilyeneket, és akkor szerintem ebben a részben el is készíthetjük az első kardomat, amelyhez 5 darab ilyen cucc kéne. Jó, ez akkor hamarosan meg is lesz. Milyen állatok vannak itt? Bárányok? Bárányok amúgy eddig is voltak, nem? Na de közben gyűjtök egy kis kaját. Jó. Megsimogatlak? Gyere vissza! De nem áll! De milyen kis aranyosan ugrálgatnak, egyeb meg! Közben azért felvettem ezt a követ, ugyanis emlékeim szerint amúgy kéne nekünk rengeteg követ gyűjtenünk, és akkor fogjuk tudni majd fejleszteni a bázisunkat! Hát van ám itt a játékban fizika bőven. Az előző résznél pont vágás közben vettem észre, hogy amúgy a fák, amikor kidőlnek, akkor ténylegesen kidőlnek. Nem csak így random eltűnnek. Na de gyűjtsünk ám itt rengeteg kaját is, ugyanis kajából sohasem elég. Meg szerintem az legyen még a most következő részünknek az egyik fő célja, hogy kezdjünk el kalandozni, és nézzünk körbe itt a környékünkön, hogy mégis mik vannak itt. Azt írtátok egyébként kommentben, hogy amikor volt az a pillangó, őt követnem kellett volna, ugyanis egy lámához elvezetett volna, de sajnálatos módon én nem tudtam, de az biztos, hogyha ismételten fogok látni én pillangót, akkor nagyon is elkezdem követni. Na de megsimogatlak téged is, gyere ide, jaj, de kis aranyos vagy! Örülsz neki, miatt persze, hogy örülsz neki. De mekkora taktika ez, hogy most bizony nagyon is a fákja kezünkben van, és így nem fogunk fázni, de hát sajnálatos módon már éhesek vagyunk. Pont most mondtam, hogy jó lesz minden, meg nem fogunk fázni, erre pedig már karag is a hasunk, és most, hogyha meg lenne már a kardom, hát szétdarálhatnám ezeket a csirkéket. De tudjátok mit? Én puszta kézzel is szét tudom darálni, hogy gyere ide, bam! Bam! Meg amúgy szerintem nem lenne hülyesség elkészítenünk egy kis grillt, és akkor bizony pörögnek ám itt a grillezések, még mindig amúgy rettentő komoly, ahogy szétesik minden, amit bedarálunk. Ez mi? Tesó! Ez megöl engem? Aha! Futás, 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 futás! Ez vagy nagyon durva szörny! Mi ez? Hagyj békén! Nem akarok veled barátkozni?
Léci, mondd azt, hogy ide nem fogsz engem követni? Jó? Én feljövök ide a biztonságba, ha is ott van a pillangó. Nagyon is ott van a pillangó. Szóval követni kéne a pillangót, ugyanis gondolom, hogy ez brutálisan ritka. Jó? De mi van akkor, hogyha nagyon is lesz szörny errefele? A házam az arrafele van, azt jó lenne amúgy. Megpróbálunk észben tartani. Ne menjen már olyan gyorsan! És ott van egy másik szörny, és nagyon meg fogunk halni! Nagyon, de nagyon meghalunk! Hagyj békén! Na ez is amúgy tudja, hogy úgy... Aha, ott van a láma! Nagyon is ott van a láma! De egy sajnálatos módon... Van ám itt farkas is a közelben, meg minden. És akkor nekünk ez a láma rengeteg jó cuccot fog adni? Mik ezek? Aha, most kaptunk valami pajzsot. Na várjatok csak! Hát itt van az inventorink. És akkor ezt a pajzsot hogy tudom használni? Ezt ide kell nekünk helyezni valamelyik cuccunk helyére? Ja nem! Ezt ide kell raktunk a fákjánk helyére, és akkor tudunk majd különböző támadásokat kivédeni a pajzsunk segítségével. Na de ez a másik nekünk. Ne! Ezzel majd bizony tudunk lövöldözni íjakat. Na de várjatok, honnan is jöttünk? Hát ez a bajom mindig az ilyen játékokkal, hogy nehezen tájékozódok. Léci, meg ne támadj te pók! Hát most próbálom visszatölteni az életemet, szóval együnk még egy kis tököt is. És persze, hogy megtámad, hagyj már békén! Meg a pók is bánt! Jó, itt rengeteg pók van. De ott pedig van valami kis elhagyatott ház. Hát csak fel kéne fedeznünk azt is. Annyira, de annyira még jobban el fogok tévedni. Mi lesz itt, srácok? Jó, nyomjuk be még ezt, és akkor, ha minden igaz, ez maxra is fog minket tölteni. Csak hát az a baj, hogy sokat sprinteltem most, és ezért is ment le olyan hamar az éhségcsíkunk. Hát rendes Fortnite-os házak ezek. Na de itt van nekünk egy chestünk, amelyet én szépen ki is fosztok, és ide is követ a pók, gyere ide! Na, most tarcoskodjál! Szétszedett téged az elek? Ne! És még ezt is ki tudtam volna lootolni, hogyha lett volna itt valami. Na még nézzünk el erre is, ugyanis itt is van nekünk egy chest. Jó, találtunk nyilat. Nincsen opciónk, hogy mindent elhozok. Na de szerencsére találtunk. Ja, hogy ez mag! Pedig már reménykedtem benne, hogy kaja. Na de ide rakom ezt a tököt, és kajázgassunk. És persze, hogy elkezdett esni az eső, hát nyilván. Ráadásul hamarosan kezd már esteledni, és nekünk pedig minél hamarabb haza kéne jutnunk. Na de ez mi? Dinamit? Csak nehogy az legyen, hogy felrobbantom vele a házamat. Na de várjatok, most arrafele kéne mennünk, ugye? Bízzunk abban, és annyi dinamitot hozok, vagy bármi is legyen az, hogy bizony nem tudok vele sprintelni. A hőérzetünk még úgy nagyjából rendben van. Hát én viszem is a kis dinamitot, hatalmas nagy robbantgatások lesznek itt. Csak Léci, mondd azt, hogy jó fele megyek. Nincsen... Ja, várjatok már! Hát ezt így lehet látni a mappen. Hát ez az én játékom. Jól van. Jelölve van nekünk a házunk. És most akkor ebből kiderült, hogy nagyon, de nagyon rossz fele mentem. Na de most, ha minden igaz, már jó irányba is megyek. Mennyire kellemetlen lett volna, hogyha elmentem volna arrafelé, és így megyek már 5 perce, amikor is realizálom, hogy ez bizony nem a jó irány. De ez nagyon ötletes amúgy. Na, és ez már az én házam? Hát persze, hogy az én házam. Édes otthon. Hát de kik azok a tagok ott? Ki ez itt? Valaki bejoinolt? Vagy Mizu? Te tűnj innen! Ő az én nőm! Te nem tudom őt felrobbantani? Ez szerintem nagyon óvatosan kéne lehelyezni őket! Erről beszélek, hogy felrobban! Aha. Mennyire szerencs, hogy nem itt raktam le a házam mellett. Ugyanis most lazán berobbanthattunk volna mindent. De jó, és ezt nem tudom használni, mivel esik az eső. Jaj, te játék!
Na de szerintem akkor egy kicsikét kajázgassunk, és utána pedig a hatalmas nagy lootomat én be is teszem ide a chestbe. Az előbb nagyon nem oda tettem be, de mindegy is, hanem szerintem így ledobtam a földre, ha. Hát szokni kell még ám itt ezeket a dolgokat. Na de most felveszem és korrigálom itt a hibámat. De most így esőben semmit sem lehet csinálni. Ezt sem tudom használni, ezt sem tudom használni. Nem akarok pofátlan lenni, de te amúgy ki vagy? Jó, hogy nem, mert az ágyamba jössz. Szuper, bemutatkozik nekünk, te akkor most segíteni fogsz nekem, vagy Mizu? Nagyon örül, hogy megismerkedhet egy új arccal. Jól van, ez az én falum, meg az én birodalmam. Mit keresel itt? Mi? Azt hiszem, hogy a te faludban akarok lenni ma este. És nem is kérsz engedélyt meg semmi, hanem csak így random csatlakoztál hozzánk. Na az mondjuk meredek. Hát jó pofátlan vagy. De tényleg, mi ez a game? Na de most akkor, hogyha rámegyek ide, akkor én nagyon is tudom upgrade-elni a birodalmamat 2-es szintűre, és akkor egy csomó újdonság fog megnyílni nekünk. Szóval pörög is ám itt az upgrade. Hoppá, hoppá, ez a rózsaszín kis karakter. Nagyon, de nagyon tisztelt engem, hogy 2-es szintű birodalomba lehet már. Ajaj, mik lesznek itt még köztünk? Na de én velük nem is foglalkozok, hanem inkább megyek is aludni. Hát ha akkor hamarabb reggel lesz. Amúgy ezt nem tudom, hogy miközben az ágyban vagyok-e, hamarabb telik az idő, de józan paraszt észre sokkal, de sokkal hamarabb kéne telnie. Még akkor is, hogyha ez így elsőre nem látszódik. Na de alukáljunk itt szépen. De tényleg ez a tag már mindig itt lesz? Hát rendes, kezd zavarni a jelenléte. Nehogy a végén kirúgjuk. Ez az én birodalmam, és azt csinálok itt, amit csak szeretnék. Hát de mióta alszok már? Aha. Hogyha rámegyek az inventory-ra, akkor bizony fel kell a karakterünk. Nézzük meg, hogy mik kellenek majd a kövi upgrade-hez. Jó. Hát szerintem próbáljunk meg egy kicsikét fejleszteni a házunkon. Azt gondolom, hogy így tudunk. Na várjatok. Tudnánk craftolni egy ilyen mappon jelölő valamit, hát de mi szükségünk lenne erre, amikor alapból is simán ide tudtam jönni. Na, és most már van nekünk ám lépcsőnk, meg egyre durvább építményeket tudunk csinálni. Szóval, ember, és mi komolyan néz ki a hold? Na ilyet én még nem láttam ebben a játékban. Na de miért nem használod a fákjádat? Ja, mert rossz helyre volt berakva. Sőt, az előbb is rossz helyen volt, na de most már szerencsére jó helyen van. Szóval kapdossuk is ki ezt a fát. Ugyanis kéne nekünk craftolni még egy baltát, és persze, hogy pont nem tudtam kiszedni. Akkor hamarabb fogunk baltát craftolni, mint ahogy sejtettem. Milyen kis aranyosak, hogy ennyire közel merészkednek hozzánk. Hát rendes családélyes itt a hangulat, sőt az is maradna, hogyha te nem lennél itt? Vagy ő amúgy nő? Akkor most már a kis birodalmamban 2 csajszival vagyok itt. Hát na, az elek az tud élni, tudjátok. Jó, és hogyha minden igaz, akkor már fogunk tudni csinálni kardot. Hát persze, hogy fogunk tudni, le is craftolom. Itt pedig tudunk majd íjakat craftolni, hát ezekből is csináljunk jó párat, ugyanis hatalmas nagy mészállásokat fogunk itt lerendezni. Aha, akkor most már tudhatjuk, hogy erre kellenek nekünk a tollak. Mennyit csináltam én most? Brutálisan sokat. Hát de na, sohasem elég egyszerűen. Illetve még lecraftolok magunknak egy baltát, szuper. És akkor rendezzük is el itt a dolgokat. Ide rakom a baltát, ezt pedig behelyezem a chestbe, nehogy az legyen, hogy én meghalok, és akkor bizony elveszítjük egy életre. Van összesen 36 nyilunk, a pajzsot is szerintem hozzuk el magunkkal, és akkor majd a pajzs meg a fákja között fogunk folyamatosan váltogatni, hogy mikor melyik kell nekünk. Illetve idejelzem a magvakat is. Hát egyre jobban benne vagyok itt a dolgokban. Fú, de komoly ez a játék. Na de kapjuk is ki ezt a fát.
és hamarosan akkor menjünk is el vadászni. Szuper, ne hagyjuk benne a gyökerét sem, jó, ez is megvan. És mit tudunk csinálni a pajzsra, amikor megnyomom a jobb klikket? Aha, hogy így tudjuk alkalmazni. Hát nem szórakozunk, na de kéne nekünk amúgy kaja, ugyanis kajából nem állunk túlzottan jól. Sőt, szerintem menjünk oda le és szedjük fel azokat a tököket, ugyanis minthogyha a tökök sokkal többet visszatöltenének, mint a málna. Jó. Meg akkor szedjük fel ezeket is. És akkor hamarosan ki kéne próbálnunk, hogy hogyan tudunk lőni. Mit csináltam? Mi történt? Ez egy bug volt? Fú, de megijedtem most, hogy meghalunk, és akkor az összes cuccunkat elveszítjük. Na de ezek itt, ja, hogy ezeket még én hagytam itt, csak először nem töltött be. Bam! És hármat seb ez a kard. Hát az nem hinném amúgy, hogy annyira sok. Na de ezt ide rakom, hogyha ne talál, csata közben egyből kéne kajázgatnunk. Na de hol volt az a szörny? Aha, itt van nekünk egy farkas. Most neki merjek menni? Vagy nagyon nem kéne? Na várjatok csak. Bam! Aha, ez már ötöket sebez. Bam! Jó. Újra tölt. Jó. Futi. Nagyon OP ez a cucc. Csak az a baj, hogy rettentő hamar elhasználódik, ahogy nézem. Hát nézzétek meg, hogy az a kis csík mennyire lement már. És itt van nekünk még egy falu. Vagy ez itt egy templom? Hát rengeteg felfedezni való lesz ám itt a környéken. Aha, hogy jön a kövi farkas? Mivel, aha, most fázunk, szóval egy kicsikét el is kezdem használni a mi kis fákjánkat. Aha, ez valami nagyon durva cucc. Na de várjatok, szerintem a kardomat, aha, kéne egy olyan rész, ami full üres, hogy puszta kézzel is tudjak ütni. Ugyanis nem hinném, hogy erre kéne felhasználnunk a kardunkat. Sőt, most szerintem... Most kajakra megfagytam? Azt jól hallottam? Jó, betettem a második kezemhez a fákját. Jaj, de nagy vagy, hagyd békén! Jó. De ez valami boss lehet. Tök szuper, hogy pont most raktam át a pajzsot. De hát a mi kis íjunkat bedarálom ám. És van sajt a játékban. És ezt találtuk most. Ez is amúgy lila. Hát akkor ezek szerint olyan szintű cuccok lehetnek akkor a gameben, mint alapból a Fortnite-ban. És akkor tudod, hogy vannak ám legendary itemek is, na ezért a chestért rengeteget jöttünk fel, szóval csak valami durva cucc lesz, hát sajnálatos módon nem, bár ez zöld, szóval jobb, mint a sima, és én csak ide feljövök a kis torony tetejére, és innen tudnám darálni a farkasokat, meg minden, aha, meg le is tudok innen esni, de most szerintem ne vadásszunk a farkasokra. Ennek a póknak miért van ennyi élete? Rendes, gyorsan lehet amúgy ütni ezzel a karddal. Tetszik amúgy. Aha! Ez a cucc darált be engem múltkor, hagyj békén! Egy kicsikét híleljünk be. Te velem ne szórakozzál, én utánad megyek. Jó, szerintem ő most nagyon is kiszúrt engem. Hát de még így dobálni is tud. Álljon már meg a fákjás menet itt. Aha, jó. Jó. Na most gyere. Jó. Kapja. Kavicsokat tud dobálni. Jó, megöltük. De nagyon remélem, hogy valami brutálisan durva cuccot fogsz adni. Egy kagylót adott. Mennyire jól néz ki ez is, hogy ott van a mi kis bázisunk, és úgy füstöl a tábortűzünk. De szerintem most farmoljunk egy kevéske fát meg követ, és akkor kezdjünk el szépen építkezni. Meg jó lenne kitalálni, hogy hogyan tudunk ültetni, ugyanis egy csomó magunk már van, kajából pedig sohasem elég, aha, és tele van az inventorink. Szóval itt is van a megfelelő alkalom,
hogy menjünk is haza. Nehogy a végén meghaljunk és elveszünk az összes cuccunk. Bár szerencsére még egyszer sem haltunk meg, és így nem is tudom, hogy mi történik akkor, hogyha meghalunk. De nagy esély akkor szerintem olyan lehet, mint a Minecraftban, hogy bizony kidobja a karakterünk, és hogyha ide visszajönnénk, akkor újra fel tudnánk venni. Hát csak nem semmisülnek meg. Na de ez a tag még mindig itt van. Hát persze, de várjatok, mert ő pedig egy másik fickó. Most te is itt szeretnél lakni, vagy Mizu? De ő, minthogyha segíthetne nekünk az ültetésben. Hát ő is itt szeretne lenni. Még valaki esetleg, de tényleg. Na de hogyan kell nekünk chestet craftolni? Sőt, tudjátok mit? Húzzunk fel egy ilyen kis takaros házikót, és bízunk abban, hogy ennek a belsejébe el fogok tudni helyezni chestet. Na de múltkor már rájöttem, hogy hogyan tudom forgatni, aha, hogy így. Jó, majd ide szerintem át fogjuk helyezni az ágyunkat. Hát ez is azért eléggé kicsi, mit ne mondjak. Jó, megvan akkor nekünk ez építve. Szuper, folytatódjon is. Annyira tetszik ez az építési mechanika. Rettentő jól kitalálták. És folyamatosan nézheted, ahogy Legóból megépül, és ugye minél fejlettebb lesz a mi kis bázisunk, ugye annál nagyobb épületeket fogunk tudni intézni, bár saját kútfőből magunknak már most is tudnánk csinálni komoly épületeket, de szerintem azzal még bőven ráérünk. Na de jön is nekünk a tetőnk. Nem ez kell nekünk? De, ez ide kell. És akkor jön az utolsó tetőelemünk, közben pedig már be is esteledik. Na, be akarom fejezni. Jó, el is készült akkor a mi kis házikónk. De még nem készült el, hát kell ám ide még tető. Csak az egyik féze készült el. Jó. Ezt idejezem, és akkor most jön a másik oldal, és most konkrétan az összes fámat erre fogom elnyomni, amit az előbb szedtem, de nem baj, legalább alakul a mi kis birodalmunk. Aha, a 7x9-es részlet még csak kész. Szuper. Jó. És akkor most már... Aha, hogy vannak csontvázak! Hagyd békén! Hát eddig ilyeneket nem láttam! Tűnjetek már innen! Jó, tudunk dodzsolni. Bam! És akkor kaptunk tőlük csontokat. Hát most majdnem meghaltam, és fél szívem múlt ez az egész. De te amúgy hol voltál? A jóban bezzeg velem, vagy amikor építem a birodalmat, és kielvezed minden pillanatát? Most pedig itt hagysz engem, hát szégyeld magad! Most is nézd meg, hogy milyen házat építettem itt. Nem veled fogom kielvezni, hanem egy másik taggal, az lesz ám itt a vége. Szuper! És akkor most el is készült. Meg bele is bágzottunk az ajtóba. Hát nem valami nagy, de legalább a miénk, tudjátok. Aha. És itt van még egy csontváz, jó. Ők csak így csillesen itt sétálgatnak, lehetséges, hogy nem rájuk kellett volna pazarolni ám a nyilakat, de nem baj, majd úgyis fogunk kraftolni. Aha, ez egy csákány, akkor nagyon is megéri harcolni velük, ugyanis hoznak itt nekünk ingyen cuccokat. Na de most már megnyílt nekünk az, hogy tudunk különböző bútorokat kraftolni, sőt... Aha, hát mennyire komolyan néz ki! Ki van már rendes világítva a kis házunk, meg minden. Sőt, ide is rakok egyet, meg ide is. Azért ez már eléggé otthonos. Na de igazából azért jöttem ide ugyanis, egy chestet szerettem volna csinálni, de sajnálatos módon nincsen hozzá elég deszkánk, szóval azt kezdjünk is itt aprítani. Jó, átváltoztatjuk a receptet. Csináljunk azért bőven, hogy legyen, ugyanis ezek tipikusan olyan dolgok, amelyekből sohasem elég. Hát de most már folyamatosan jönnek itt a csontvázak. Tudja amúgy, hogy azért, mivel a kis birodalmunk már második szinten van.
És akkor minden upgrade-del még pluszba megjelennek különböző szörnyek, meg különböző dolgok, gondolom én. Aha, hozod is nekem a csákányt, de jól teszed. Na de időközben el is készült a deszkák. Még nézzük meg azt, hogy az ásóhoz mi kell. Szóval csináljunk ilyet is, ugyanis kíváncsi vagyok arra, hogy azzal mit tudunk kezdeni, mert szerintem annak segítségével fogunk létrehozni egy farmot. Jó. Aha. Rakjuk ide, és akkor majd ide át fogom hozni az ágyamat. És az összes cuccot, amelyre nem lesz szükségünk, azt pakoljuk ide. Hát még itt ezt az irányítást szoknom kell. De hol van? Ja! Itt nem volt egybe rakva a fákja, és akkor ilyenekre is figyelni kell. Hát nem sok minden fér el egy chestben, az egyszer biztos, de időközben nappal is lett. Meg elkészült nekünk ez a kettő deszkánk. Nem váltottam át a receptet mi. Tudja, hogy nem váltottam át. Jó, a farmer emberkénk még megvan. Az az emberke, aki csak egy éjszaka szeretett volna itt lenni, ő ténylegesen nem vert át minket. Na de itt van a pillangónk, szóval én el is kezdem követni, és most már úgy, hogy van nekünk pajzsunk is, meg minden, itt sokkal nagyobb biztonságban érzem magamat, így őszintén bevallva. Hát reménykedjünk abban, hogy nem lesz szám olyan messze. Meg amúgy kéne intéznünk valami kis járművet is, hogy sokkal, de sokkal gyorsabban tudjunk haladni. Szerencsére azért hoztam magammal kaját. Ugyanis lehetséges, hogy ez egy nagyobb kalandunk lesz, és mennyire aranyosan néznek ki a tehenek! Jaj, de régen láttam tehet! Aha! Ez baj! Nagyon is baj! Hagyj békén! Hagyj békén! Na, hogy kijátszottalak titeket, pókok, ide nem tudtok utánam jönni mi? Ha! Jó! Ott van egy farkas is! Ráadásul ő már itt van! Futi, 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 futi! Jó! Á, nagyon OP ez a fegyver! Oké, a farkas bedarálva. Valamerre itt van nekünk ez a rák is, de vele most ne foglalkozzunk. Hogy mit csinálsz? Azt jól láttam, hogy ez itt egy hamburger? És van hamburger a játékba? Jaj, de szeretem! Zseniális! Na de menjünk is vissza akkor a kis bázisunkra. Ugyanis... mi? Mit tudunk ott építeni? Srácok! Van switch? Várjatok! És nem lehet, hogy ennek segítségével fogunk tudni majd építeni valami járművet? Amelyek kajakra fogunk tudni menni és sokkal gyorsabban haladni? Szerintem tudja, hogy igen. Ugyanis most valami dinamitot tudtam felvenni. Na de most jön az igazság pillanata, és készítünk is egy ásót. Hát nagyon remélem, hogy be fognak jönni a számításaim, és bizony az ásó ténylegesen arra való, mint amerre én gondoltam. Mit csinálsz? És ez így néz ki, és ott elkezd ásni? Hát de ez nekem miért jó? De végül is full feles volt a számításom, így jobban belegondolva. Hát miért ásóval kéne ültetni? Kéne nekünk egy kapa inkább, nem? Hát de kapát még nem tudunk csinálni. Nem tudom, hogy miért hittem azt, hogy jaj, majd ha lesz ásónk, akkor bizony jó lesz minden. Na de itt is van a komolyabb házunk, így nappal csodáljuk is meg. Hát rengeteg minden voltam ugye ebben az epizódban. Találtunk különböző falvakat, harcoltunk, lootoltunk, fejlesztettünk, építettünk, hát még mi kell? A komment szekcióba mindenféleképpen jöhetnek ajánlások, hogy mégis mit csináljunk a következő részben, ugyanis ez most ennyi lett volna. Hogyha bejött nektek ez az egész, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban a harmadik csatornámmal együtt, kérlek oda is iratkozzatok fel. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben, addig is, szevasztok!